Négy napos tanulmányútra a Magyar Hadtudományi Társaság szervezésében 35-en érkeztek Szerbiába. Számos órán tanultunk hadtörténelmet, mindig is kiemelt téma volt a Balkán, a közös múltunkból kifolyólag, és ezen a szakmai tanulmányúton volt lehetőségem átélni az, hogy hol is történtek ezek az események, hogyan történtek ezek az események, és még közelebbivé vált számomra a tananyag, amit az egyetemen volt szerencsénk meghallgatni és elsajátítani. Megkaptuk a lehetőséget, hogy eljöhetünk ennek úrral a szerbiai tanulmányútra, ami azért is volt fontos, mert nekem az egyetemi tanulmányaimhoz is kapcsolódik, meg a szakkollégium tag is vagyok, és hát azon belül a hadtörténelmi szakosztály tagja, és hát hiszem most alkalommal feljött ez témaként, hogy a Balkán, a Szerbia történelme, kultúrája, úgyhogy mint élménnyel, mint tapasztalata gazdagodhattam. Van egy programunk, amelynek az a célja, hogy a szomszédos országokat meglátogatjuk, és hát így a második célpont most Szerbia volt, és egy nagyon jó döntés volt, mert igen gazdag és szép programot bonyolítottunk, és ez a multikulturális lét, ez engem is személyesen meglepett. A szervezők arra is ügyeltek, hogy a szakmai tanulmányúton a résztvevők a balkáni életérzést és vendégszeretetet is megtapasztalhassák. Szabadkával kezdtünk, ott tettünk egy nagyon szép tartalmas sétát, és akkor onnan jöttünk lefele a déli irányba, jártunk Belgrádban, és ott volt egy szakmai napunk, a katonai egyetemen tartottak néhány előadást nekünk, illetve mi is meséltünk a tevékenységünkről, és utána jártunk még Szalánkemén, hajóztunk a Tisza és a Duna találkozásánál is, és most itt az Újvidéket is környékét járjuk körbe. Az eseményen elhangzott, Gróf Hadik András talán a leghíresebb magyar katona volt, összesen 24 hadjáratban és 6 háborúban vett részt, több mint fél évszázadon át katonáskodott.